Izgalmas és gólgazdag mérkőzést hozott a Molligában a Szapafehérvár AV19 farm csapata és a Brassó összecsapása. A fehérváriak már a negyedik összecsapásukat játszották a Magyar-Román bajnokságban, amit a dobogó közeléből várhattak. A mérkőzésen a vendég Brassóiak szereztek vezetést, ám ezután magasabb sebességre kapcsolt a volán, és röviddel az első játékrész végé előtt egyenlített is. A második harmadban aztán úgy tűnt eldöntötte a találkozót a fehérvári csapat. Kis Dávid három gólt is lőtt, a harmad végére pedig már öt egyet mutatott az eredménye a volánja vára. A záró játék részben aztán előbb feljött két górra a vendégcsapat, akik az utolsó percben mindent megpróbálva levitték a kapusukat is. Ezt használta ki a volán kapusa bár is, aki saját kapujából juttatta a pakkot az ellenfél hálójába, kialakítva ezzel a 6 3 végeredményt, amelyel a fehérvári farmcsapat jelenleg a második helyen áll a Móligában.